Jó estét kívánok! A népjóléti miniszter szerint válsághelyzet alakult ki a 13 éves terhes bajai kislány esetében, márpedig a magzatvédelmi törvény értelmében ilyenkor a terhesség megszakítható. Kökény Mihály a Híradónak úgy nyilatkozott, mindenképpen módot kell találni arra, hogy az abortuszt a lehető leghamarabb elvégezzék. Kökény Mihály a bajai bírósági döntést egy család legszentebb magánügyébe való beavatkozásnak tartja. A népjóléti minisztérium természetesen megvizsgálja azt, hogy ebben az ügyben eljáró különböző szervezetek, a gyermekvédelem, a gyámhatóság mennyire tartották meg a különböző jogszabályokat, és azt is nézi, hogy mennyire tartották szem előtt az anya és a család érdekeit. Az a véleményem alakult ki, hogy itt azért nem a hatályos törvényeknek megfelelően jártak el a különböző szervezetek. Módot kell találni arra, hogy a terhesség megszakítására a szabályos körülmények között minél hamarabb sor tudjon kerülni. A kislány ügyvédje úgy nyilatkozott, nem kell új abortuszkérelmet benyújtani. Szerinte ugyanis a magzatelhajtást engedélyező határozat a bíróság döntése után is érvényes és hatályos. Az SZDSZ országos tanácsának ülésén is központi téma volt a bajai bíróság határozata. A párt vezető testülete döntött arról, hogy kiknek a neve szerepeljen az SZDSZ országos listájának első felelősnek az európai zsidók második világháborús megsemmisítéséért elődjét, 12. Pius pápát. A katolikus egyház fő ezzel megerősítette az egy héttel ezelőtti vatikáni nyilatkozatot, amely az egyház második világháború alatti magatartását értékelte. A világ zsidó közösségei mindenek előtt azt remélték a minap nyilvánosságra hozott vatikáni dokumentumtól, hogy egyértelműen kimondja. A katolikus egyház akkori feje 12. Pius pápa hallgatásával maga is a nácik cinkosává vált. A vatikáni nyilatkozat azonban kimondta, 12. Pius nem tehető felelőssé a holokauszt büntetteiért. Ha felemelte volna szavát az üldözött zsidóság érdekében, azzal csak súlyosbította volna az áldozatok helyzetét. A Nigériába utazó János Pál pápa most megerősítette, mindenben egyetért a vatikáni dokumentum megállapításaival. Az egyház hivatalos álláspontja pedig pozitívan ítélte meg 12. Pius szerepét, mondván, hogy személyesen és közvetítői révén több százezer zsidó életét mentette meg. Egy amerikai zsidó szervezet vezetője úgy kommentálta az ügyet. Nyilvánvaló, hogy a zsidó ellenesség kérdésében a katolikus egyház önbírálatának határa a mindenkori pápa személye, és maga az egyház. A kárpátaljai magyarok attól tartanak, hogy Magyarország uniós csatlakozása után megszakadhat kapcsolatuk az anyaországgal. Az ottani magyarság, mint a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 9. kongresszusán elhangzott, egységesebb, mint 4 évvel ezelőtt, és jó esélye van arra, hogy ismét képviseltesse magát az ukrán parlamentben. Kárpátalján 1 hét múlva tartanak választásokat. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség jelöltjének programjában a magyar nyelvű oktatás védelme áll az első helyen. Kovács Miklós szerint azonban az anyaországgal közösen mielőbb megoldást kell találni arra is, hogy a kárpátaljai magyarság ne kerüljön hátrányos helyzetbe, ha az ukrán-magyar átkelők a schengeni határszakasz részei lesznek. Ha eldől az, hogy minket ide ilyen vízumkényszerrel bezárnak, ez önmagába véve is egy kivándorlási hullámot indíthat el. Maga a tudat, hogy ez elkerülhetetlenül bekövetkezik. Magyarországon 8. alkalommal ítélték oda az újságírás legrangosabb elismerését.